Hello! Sziasztok! Jumpi vagyok, a Jumpi Autótól, rakamazol a Tokaji útról. A mai témánk, amit sokan kérdeznek tőlem, hogy mire kell vigyázni a hideg indításnál. Hogy kell hidegen indítani a kocsit? Mindenkinek azt tudom javasolni, hogy amikor hideg a kocsi, indítás elő, egy pár másodpercig kapcsolja fel a fényszórót, hogy az akkumulátor egy kicsit pesdüljön meg. Amikor a kocsi beindult, sok ember úgy gondolja, hogy alapjáton kell járatni 5-10 percig, mert az jót tesz a kocsinak. Elmondom, hogy nem tesz jót a kocsinak. A kocsinak azt tesz jót, hogyha kicsi fordulaton, nem megterhelően, nem nagy fordulaton a kocsi megyen. Könnyű terhelést kap, a fordulatszámérő 2000 körül mozog, és szépen lassan menni kell a kocsival. Környezetvédelmi szempontból is sokkal jobb a kocsinak, és a kocsinak az égése is sokkal jobb lesz. Minél modernebb a kocsi, annál több elektronika van benne, több érzékelő van benne. Ha sokat fog járni a kocsi alapjáraton, szervizbe kell ezt vinni, mert ki fog gyúlni a cseklámpa. Tehát amikor a kocsival elindulunk, kis terheléssel, szépen, nyugodtan, de menni kell a kocsival, eleve az, hogy haladunk, nem álló helyzetben áll a kocsi és fogy a benzin, hanem megy a kocsi. A dízelautónál még jobban oda kell figyelni, mert a motor drasztikusabb, masszívabb, még hamarabb el tud repedni a henger fel, jöhetnek olyan problémák, amik a hirtelen felmelegedésből adódnak. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy vigyázzon arra, figyeljen oda arra, hogy ne melegedjen hirtelen fel a motor. Most gondolják el, hogy ez a motor 0 fokos, mínusz 5 fokos, akár még ha plusz 5 fokos is nagyon hideg, mert abban, amikor robbanás van, ott több 100 fok van. És ezt a motornak ki kell bírni. Tehát ha nem akarunk sok pénzt és gyorsan beletenni a kocsiba, akkor ezekre a dolgokra figyeljünk oda. Nagyon-nagyon fontos dolog, pláne most, hogy van az az új 10%-os etanollal kevert benzin, hogy időnként tankolják a drágább benzint, az 5%-os etanolt, mert a kocsiknak ez is sokat számít. Ez is hidegindításnál a legrosszabb, de a motornak is hidegindításnál a legrosszabb, mert mire az olaj olyan helyre jut, ahol már ken is, annak egy bizonyos idő kell, és az nem jó, hogyha hirtelen melegszik fel. Ezt akartam mindenkinek a figyelmébe ajánlani, köszönöm, hogy meghallgattak, jó egészséget kívánok!